Elindult a népzene tanoda, ingyen tanítják a gyerekeket a Posztárton. Már nem művelődési központ, hanem művelődési háza Jókai. A névváltoztatás program változásokkal is jár. És milyen a színpad? A Herman iskola kétnapos rendezvényén a tanulóké a Rivalda fény. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Még meg sem ismerte a várost és környékét az új rendőrkapitány Pál Adrián, már is áthelyezték. Ez pedig azt jelenti, hogy megint új rendőrkapitánya van a városnak, Szigeti János. Az ő kinevezése is téma volt a mai testületi ülésen, meg persze még sok minden más is. A tanácskozás Solymosi László kollégám a helyszínen kísérte figyelemmel. Szia Laci, mi történt még? Szervusz Lajos, köszöntöm a nézőket. Igen, a testület megerősítette Szigeti János rendőralezredes kapitányi kinevezését. Emellett volt még egy kinevezés. Balázsné Micák Katalint bízták meg a Vackó rovoda vezetésével. Vita az ülésen, ha vitának lehet nevezni, egyedül a Frankhegy területén települési közvetítői szakértőknek a megbízásával kapcsolatban bontakozott ki. Itt Löffler Dávid azt kérte számon, hogy pályáztatni kellett volna a megbízatást. Bocsi István jegyző viszont azt mondta, hogy bizalmi jellegű szolgáltatás esetén nincs pályáztatási kötelezettség. Laci, köszönöm. A délelőtt élőben közvetített képviselőtestületi ülést ma este megismételjük a sportárs műsor után, de ez csak a szerdán kora este minket nézők láthatják. A magazin ismétlései után nem jön a testületi ülés közvetítésének az ismétlése, de pénteki műsorunkban részletes összefoglalót láthatnak majd az ülésen történtekről. Most pedig a népzene tanodával folytatjuk. A Sziromnyi Egyesület a budaörsi tanoda és több szakember segítségével most indult el a Posztárton, az a 9 hónapig tartó oktatási program, aminek a végén egy folklór együttes szeretnének kiállítani a szervezők. A cél persze nem csak ez, hanem az is, hogy megőrizzék a zenei hagyományokat, és hasznos időtöltést nyújtsanak a 6 és 16 év közötti gyerekeknek. A foglalkozás ingyenes, az emberi erőforrás támogatás kezelő Csóri Sándor programban elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően. Különleges zenei képzés indult a Posztárton a budaörsi tanoda, a Romano Glasso, a Camoró és a Romano Drum zenészeinek a közreműködésével. A képzésre 6 és 16 év közötti gyerekeket várnak, akik szívesen megismerkednének az autentikus népzenével, és örömmel tanulnának éneket és hangszeres zenét. Beadtunk egy pályázatot a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület nevében, az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő Csóri Sándor programjához, amelyben nyertünk egy népzenei projektet, népzeneoktatási projektet, és igazából Gyurival, Lakatos Györggyel, aki itt a budaörsi tanoda vezetője, nagyon régóta kapcsolatban vagyok, és akkor rögtön tudtam, hogy a Sziromnyi Egyesület és a budaörsi tanoda össze tud fogni, és akkor így rögtön tudjuk a zeneoktatási projektet magas színvonalon lebonyolítani. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy Budaörsön ez elindul, és több neves szakember bevonásával, többek között a Romano Drum, aki egy nemzetközi szintű zenekar, és szerintem ez nagyon fontos kiemelni, hogy a vezetője itt oktatni fog, aztán a Camoró, Budapest Band, több tagja is oktatni fog, Lakatos György, aki a Romano Glasso együttes vezetője, is oktatni fog, és most már nagyon örülök, hogy ez el fog indulni, hiszen nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felnövekvő generáció az kapjon ebből a műfajból egy olyan részt, ami élteti, fenntartja, és magas szinten fogja majd képviselni a jövőt.
még egyszer könnyebbet Az első találkozó alkalmával egy rövid kis bemutatkozás után játékos formában azonnal belevágtak a közepébe a jelentkezők. Elsőként ritmus, ének és játékos hangképző gyakorlatok segítségével hangolódtak rá a tényleges tanulásra. Tulajdonképpen a budaörsi tanodában nagyon hosszú ideje folyik népzene és néptánc oktatás. Most jutottunk el odáig, hogy egy kicsit profibb szintre emeljük ezt az egészet. Többek között úgy, hogy a posztárdba jövünk át, ugye, ami itt van a tanoda mellett, mert egyszerűen nem férünk el a tanodába, és nem tudunk egyszerre tanulni is, meg népzenét és hangszereket tanulni. Ezért gondoltuk azt, hogy egy másik helyen valósítjuk meg ezt a programot. Tehát, ahogy mondtam, nagyon régóta próbálunk zenét, népzenét tanítani a gyerekeknek, és a gyerekek erre egyébként nagyon vevők. És egyébként ez nem csak a zenei tudásukat, képességeiket javítja, hanem mi tapasztalatból tudom mondani, hogy nagyon sokat segít nekik a tanulásban is, és más képességeiknek a javításában is. Olyan képességeket, olyan részképességeket mozgatunk meg a gyerekekben, amelyek aztán segítenek nekik az élet más területein is, hogy előre tudjanak jutni. Alapvetően egyébként úgy gondolom, hogy aki zenél, az jó irányba megy. A bemelegítő ritmusgyakorlatok után egy kis közös éneklés következett, csak ezután kezdhettek el a gyerekek megismerkedni a hangszerekkel. Teljesen nyitott a program. Cél az, hogy hozzunk létre egy folklor zenekart. És azért is folklort, mert ugye, ahogy az előbb említettem, ez egy kihalóban lévő dolog szerintem. Nagyon kevesen művelik az eredeti folklort. Mindenki egy picit elmozdul ez irányba. Tehát azok is jöhetnek, akiknek nem volt zenei előképzettsége, azok is jöhetnek, akiknek már van. Itt a szakemberek majd felkarolják, és folyamatosan egy tematikus programon keresztül fogják őket oktatni. Alapvetően milyen folklór? Csak cigány folklór, vagy magyar, vagy más nemzetiségek zenéjei szóba kerülhet? Hát az a fajta zen, amit mi képviselünk, eredeti cigány folklórnak mondjuk, de amikor egy lemez csinál például Camaro Budapest Band, akkor más országoknak a zenét is feldolgozza, és fontosnak tartom természetesen ezt is, hogy ne csak a magyarországi legyen, hanem sok-sok fajta zene legyen ebben majd benne. De főképpen magyarországi autentikus folklóra fog ez épülni, ez lesz a gerince. Milyen hangszereket ismerhetnek meg a gyerekek? Hát ugye itt szoktam nevetni egyet, mert ugye az autentikus folklórban például fakanál van, benne egy kanna, akkor ilyenkor is szoktam mondani, hogy lapát, meg stb. De viccet félretéve, ugye, hát az alapvető hangszer ugye egy gitár, amire épül azért felépítjük a többi dolgokat, és hát ugye kiegészül ez a kannával, a szájbőgőzéssel, a fakanállal, és vonós hangszerekkel is, nagybőgő, esetleg hegedű szóba jöhet, de még a cimbalom is, attól függ, hogy mennyire lesz erre igény. De hát ez egy részünkről, ez egy 9 hónapon át tartó program. Nagyon remélem, hogy egy kis folklór zenekart össze tudunk hozni ezen a 9 hónap alatt. A képzésbe, amely teljesen ingyenes, még bárki, aki kedvet kapott hozzá, becsatlakozhat. A foglalkozásokat csütörtökönként tartják 15 órától a posztarton. A 9 hónap alatt a hangszeres ismeretek mellett hangképzésre és énektanulásra is lehetősége lesz a diákoknak. Megismerkedhetnek majd a magyar, a cigány, a spanyol és más népek jellegzetes kultúrájával. Jelentkezni a tanodában, vagy a helyszínen, a posztárton lehet Lakatos Saroltánál. Nem művelődési központ már a művelődési központ, hanem művelődési ház. Hogy miért volt szüksége a változtatása, és mi következik ebből, elsősorban erről lesz szó a következő szűk negyed órában, no meg a Művház különböző programjairól. Itt van a stúdióban Kőporosi Borbála, aki művelődés szervező és intézményvezető helyettes a művelődési házban, kezicsoklom, és Böröndi Kata, aki művelődés szervező, kezicsoklom, jó estét kívánok. Szóval a névváltozás indokaként az hangzott el az önkormányzat
szakbizottságának ülésén, hogy a művelődési központnak a meghatározását most már egy törvény írja elő, és olyan magas szakképzettségű munkatársakra lenne szükség, akiket egyrészt nem is nagyon lehet megtalálni, másrészt nagyon sokba kerülne, és nem csak az iskolai végzettség, hanem egyéb olyan feltételek is meghatározzák, hogy minek kell teljesülnie, hogy művelődési központ lehessen a művelődési központ, ami nem éri meg. Ezért nem művelődési központ, hanem művelődési ház lett. Ezt én értem. De egyszerűen csak átnevezzük, kicseréljük a feliratot az épület falán, és ennyi. Hát a honlapot is így nevezzük, mindent így nevezünk. Szóval ez egy nagy arculatváltás, nem? Így van, ez egy nagyobb váltás lesz, de azt még tudni kell, hogy egyelőre még központ vagyunk, tehát Jókai Mór művelődési központként vagyunk a mai napig. Ez majd a jövőben, a közeljövőben változik, hogy a pontos időpontot mi sem tudunk még, de valóban hát mindent le kell cserélni, de ez alapjaiban nem változtat ugye a ház működésén. Akkor ez nem azt jelenti, hogy a névváltozással együtt programváltozás vagy arculatváltozás is következik? Hogyha az arculatunk valamennyiben változik is majd, de ez ugye a jövő meglepetése, vagy nem, de programjaink azok nem fognak változni. Ezt a megszokott vonalat szeretnénk továbbvinni a jövőben is. És akkor a régi honlap is elérhető lesz még egy darabig, amíg mindenki meg nem szokja az új nevet? Így van, természetesen így finoman fogjuk így az átnevezést lebonyolítani, tehát nem lesz ebben semmi fennakadás. Akkor nézzük a programokat, hogy mi az, amit kínálnak a nagy érdeminek a következő hetekben, hónapokban. Mit emeljünk ki? Mi lesz a legnagyobb, a legjobb rendezvény? Igazából most a jövő héten lesz egy nagyszabású koncertünk 23-án, a Muzsikás Együttes, ugye a világhírű magyar népzenei együttes látogat el Budaörsre az Allegro Barbaro elnevezésű programjukkal, amire szerintem mindenképpen érdemes ellátogatni, mert egy nagyon jó esemény lesz. A művelődés szervezőknek mennyire van beleszólásuk abban, hogy milyen programok legyenek? Ötletelnek, és akkor el tudnánk hívni ezt az együttest, és akkor hívjuk meg, vagy milyen jó lenne, ha itt lépne fel mondjuk Hatházi László a TV Laci című önálló estjével, ami egyébként november 16-án lesz? Közös ötletelés folyik ilyenkor, igazából igen, tehát hozhatunk olyan programokat, ami esetleg megtetszett, és akkor azt nálunk is, igen. Uh-huh. Azt például, hogy Hatházi László itt fellép, ez egy sorozat része, vagy ez is teljesen véletlenül jött? Nem véletlen, a Budaörsi Duma Színház néven működik ez a sorozat már évek óta. A nagy országos Duma Színházzal vagyunk kapcsolatban, és évente X előadást hoznak, és akkor így működünk velük együtt. Ugye egy ilyen humorestre az a jellemző, hogy vagy telt ház van, és nem lehet már rá jegyet kapni, vagy kong az ürességtől. Itt mi a jellemző? Itt általában mindig telt ház van, szerencsére, nagyon szeretik ezt a műsort. Olvasom azt is, hogy például november 21-én lesz egy táncelőadás, Pataki Klári Társulat, ez a fellépő formációnak a neve. Erről mit lehet tudni? Melyikőjük mesél róla? Igen, tehát a függőleges pillanat, ez lesz a címe az előadásnak, ez kortárs tánc lesz, és a Pataki Klári Társulat fogja előadni. A hölgy a koreográfus. Ez egy újdonság most itt nálunk. Felnőtteket, gyermekeket, főként diákokat nagy szeretettel várunk rá. Reméljük, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeinket. Uh-huh. Ha egy új kezdeményezés van, akkor ezt nyilván sokkal jobban meg kell hirdetni. Nehezebb rá közönséget szerezni. Hogyan keresik a nézőket? Igazából ezt az előadást, ezt megelőzi két drámapedagógiai foglalkozás is, amin keresztül már kapcsolatba kerültünk az iskolákkal, tehát innen is várjuk majd. Ezért emeltem ki a diákokat, hiszen szerintem fogékonyabbak egy ilyen előadásra, és egy drámapedagógussal egybekötött óra, amely ezt megelőzi, sokkal jobb bevezetőként szolgál. Uh-huh. Utána megkérdezik, vagy előtte megkérdezik akkor ezen a drámapedagógiai foglalkozáson, hogy na, mit üzent az előadás? Hát nem tudom, táncoltak a színpadon. Azért egy ilyen vezetett drámapedagógiai órán azért részletesebben is kifejtik a témát, illetve ezt az előadást mindig megelőzi egyfajta ilyen bevonó
bevonó játszva megközelítő rész is. Szóval sokkal jobban belemélyednek, mint hogy megtekintik, és utána mit láttunk. Tehát ezt megelőzi egy ráhangolás, majd az előadás, majd pedig egy levezetés. Na, kíváncsi vagyok rá. A művelődési ez másik nagyon ismert sorozat, ez a kapcsolatok sorozat. Ez honnan jött a név, hogy kapcsolatok? Igazából itt az emberi kapcsolatok vannak fókuszban, mind az egyén, mind a társas kapcsolatok, és végül is hát így egész egyszerűen innen jött ez, hogy akkor legyen egy ilyen sorozat is, mert ugye voltak előadások, és hogy így összefogtuk végül. Mi lesz a kapcsolatok sorozatban az elkövetkező hetekben? Mérő Lászlót látjuk vendégül Csodák logikája című előadásával, majd december elején Pál Ferencet. Ő pedig hát kicsit ünnepi témával, igazságosság és megbocsátás címmel tartja az előadást. Hát ugye Pál Feri atya, hogyha eljön, akkor mindig telt ház van, tehát igen, ő bármiről is beszél, csüngenek még a csilláról is. De ez a bizonyos előadás, ez a Csodák logikája leírás szerint arról szól, hogy a mai matematikának nem csak arról van mondani valója, hogy mit és hogyan tudunk kiszámítani, hanem arról is, ami biztosan nem számítható ki, mert ilyen a természete, például azért, mert csoda. A matematikát érdekli az embereket? Be lehet vonzani a matematikával egy művelődési központba a közönséget? Mert hogy nagyon sokaknak a matematika az egy leküzdendő, kötelező tárgy, és amikor valaki elballag az iskolából, akkor annak örül a legjobb, hogy na, matek óra, az nem lesz többet. Igen, de mint tudjuk, hogy az ilyenfajta tudományok, mint a matematika, azért szoros kapcsolatban állnak a pszichológiával akár, vagy a zenetudománnyal. Úgyhogy szerintem meg lehet fogni, figyelemfelhívó, inkább úgy mondanám, főleg a kapcsolatok név alatt, sernyő alatt, úgyhogy igen. Más programot is ajánljunk még. November végén elindul az adventi készülődés. Lesz például házi tészta készítés. Én a hétvégén pont azon gondolkodtam, hogy nagymamám annak idején hogyan is készítette a tésztát. Hát tőle már nem tudom megkérdezni, de van, akitől ezt bárki megtanulhatja. Így van. Egy egész délelőtt lesz rá, hogy ott helyben együtt elkészítsük Erzsike nénivel a tésztákat, és ennek minden csinyát, bínyát megtanuljunk. Én is nagyon kíváncsi leszek rá. Erzsike néni Mészáros Józsefné, aki egyébként tésztakészítő volt, vagy csak nagyon jól tud tésztát készíteni? Az biztos, hogy nagyon jól tud tésztát készíteni. Én sajnos nem tudom, hogy pontosan mivel foglalkozott. Azt írják, hogy több mint 50 éves készítői tapasztalattal rendelkezik, tehát akkor biztos sok tésztát gyúrt már. Tehát ez november 24-én 10 órától akkor délig, kora délutánig, igen, és aki részt akar rajta menni, annak a nyújtófát és egy nagyobb tálat kell vinni, meg hosszú pengéjű éles kést. De igen, egyéb hozzávalót azt adnak? Az ott a helyszínen biztosítva lesz, igen. És egyébként belépőjegyes ez a rendezvény? Ez a rendezvény nem, de aznap van még egy kreatív délután is, ami ezután van, a tésztakészítés után, és az belépődíjas, igen. Ez tehát az adventi programok kezdete, de akkor ez azt jelenti, hogy lesznek még más programok is decemberben a karácsonyi készülődésre, a karácsonyra hangolódva? Így közvetlenül konkrétan a karácsonyra hangolódva ugye lesz ugye a kapcsolatok sorozat is, de sok más programunk is lesz, ami nem feltétlenül így az advent és a karácsony jegyében kerül szervezése, ilyen lesz a vinilklub is, a Jimi Hendrix albumot fogunk megismerni, majd egy másik rocktörténeti előadás is lesz, az Észre fontos nem a haj, Csatári Bence történész előadása. Én rögtön ezt emeltem ki egyébként, mert hogy ez a Kádár rendszer könnyűzenei politikájáról szól, és én azt hittem, hogy ismerem ezt a korszakot, hát már csak a leírásban is számos olyan dolgot olvastam, amiről még nem is hallottam. Így van, én pontosan ezért, mert nagyon régóta szerettem volna a Csatári Bencét meghívni, mert én az azonos című könyvét találtam meg az interneten, és felkeltette az érdeklődésemet, pontosan így, és nagyon várom az előadást, és nagy már most az érdeklődésre. Ez az előadás december 10-én lesz este 7 órakor, és akkor még említettük a Vinyl Klubot, ami pedig december 4-én este 7 órakor, de ezt a képernyőn is olvashatják. Még azt látom, hogy november végén lesz egy Kende Sándor emlékest a Krúdi Gyula irodalmi kör szervezésében. Az, hogy kinek adják ki a művelődési központ egy-egy termét, ki jöhet ide bármilyen programot szervezni, az hogy dől el?
Igazából például itt a Krúdi kör is, ők hosszú évek óta visszajáró vendégeink, Kanizsa Józsi bácsi, aki mindig felkeres egy-egy programötlettel, és akkor így helyet biztosítunk nekik, mert ugye minden évben a Kende koszorút raknak ezen a napon itt az Ifjúság utcában, és akkor utána jönnek át hozzánk egy ilyen irodalmi estet tartani, így az emlékezés jegyében. Amikor megérkeztek a stúdióba, akkor Kata rögtön azzal kezdte, hogy januárban lesz egy fantasztikus koncertünk. Én azt mondtam, hogy január az még messze van, de akkor végül mondjuk ezt el. Milyen fantasztikus koncert lesz januárban? A Szakcsi Lakatos Béla világhírű zongorista és Müller Péter Sziáminak a Pianissimo duo újévi koncertet tartjuk, ezt január 4 péntek, este 7 órakor lesz. És már lehet rá jegyet kapni? A jövő héten kezdődik hétfőn a jegyeladás. Hát akkor tényleg nagy nevek is fellépnek a következő hetekben, hónapokban a Művelődési Házban. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi is köszönjük. Mi is köszönjük szépen. Még mindig a Műfázzal folytatjuk, amit két napra bevettek a Herman iskola diákjai. Ott tartották a már negyedszázados Miénk a színpad rendezvényt. Ezen minden évben az iskola diákjai lépnek fel, körülbelül 600-an. Ők maguk találják ki a produkciókat, forgatókönyvet írnak, díszleteket készítenek és színpadra lépnek. Megjelenik az előadóművészet minden ága, a zenétől a táncon át a prózai darabokig. A tapasztalat az, hogy a közös munka összehozza az osztályközösséget, és önbizalmat ad a gyerekeknek, amit aztán az élet más területén is kamatoztathatnak majd. Két napon keresztül kísérhettük figyelemmel a Herman Otto általános iskola fiatal tehetségeinek előadását a Jókai Mór Művelődési Központban. A már tradicionálisnak számító Miénk a színpad rendezvény délelőtt próbákkal indult, délután pedig látványos előadásokkal csalogatta az érdeklődőket. Óriási izgalom, nyüzsgés, egy-két figyelemre méltó szárny, próbálgatás és sok-sok professzionális színpadi előadás várta a látogatókat. Több mint 25 évvel kezdődött a Hermanban a Miénk a színpad. Akkor még a 90-es évek elején az volt a cél, hogy felpestítsék az iskolai életet, és bevigyenek valami olyat, ami a hétköznapokat megtöri. Néhány produkcióval kezdődött, és aztán olyan tradícióvá vált, hogy szinte minden osztály az elsősök kivételével minden osztály a színpadra lép. Aki meg mesternek hisz pórújjár, milyen kár! Jó tanácsot ingyen adom, keresse fel a fodrászatom. Egy káposzta az ára, tökéletes lesz a frizurája. Hát ez nagyon jó át, akkor engem a fodrász vár. De hová is tettem az agyam, nekem nincs is hajam. De a szomszédban van egy ló, szerintem ez neki ragyogó, mert hatalmas a sörénye, a fodrásznál neki lesz élménye. Nyugodtan elmondhatom, hogy az előadó művészet szinte minden ága szerepel, a zenétől egészen a prózai színdarabokig. A gyerekek olyan szituációban mutatják meg magukat, amilyen oldalukról még nem is ismertük, vagy éppen ellenkezőleg olyan markánsan jönnek ki a jó tulajdonságaik a színpadon, ami aztán tovább viheti őket, tehát önbizalmat adhat nekik. Azért azt kell tudni, hogy a produkciók színvonala az életkori sajátossághoz igazodik, tehát vannak nagyon komoly témájú, komoly előadások, és vannak természetesen főleg az alsósoknál játékosabb dolgok, tehát ott is az együtt dolgozás, az osztályközösség együtt munkálkodása a cél elsősorban. Mennyire nehéz így átállni a Jókaiban mondjuk egy valódi színpad, valódi világításához néhány óra alatt, néhány próba alatt, mert gondolom az iskolába tudnak gyakorolni. Hát igen, ez nekünk egy óriási lehetőség, és nagyon köszönjük a Jókainak, meg a színháznak is, hiszen a technikát egy részét a színház adja oda nekünk.
Ezért varázs itt a színház, egy kicsit kinőttük már. Tudni kell, hogy kb. 250-en férnek el a nézőtéren, és hát a mi szüleink azok több százan vannak, úgyhogy egy nagy forgatag, egy nagy fesztivál hangulat alakul ki mindig. Nehéz átállni, nekünk a Hermannban egy kis színpadunk van, egy kis drámatánctermünk, és ott gyakorlunk, illetve a tornacsarnokban, de a színház, illetve a Jókai Mór Művelődési Központ lehetőséget biztosított nekünk arra, hogy több próbát is tartassunk, de gyakorlatilag már hetekkel ezelőtt elkezdtük itt a színpadi próbát, úgyhogy remélem, hogy technikailag sem lesznek zökkenők. Az egyik leglátványosabb előadást a 7. osztályosok hozták létre, alapvetően a zenére, a modern technikára és az árnyjátékra építve, amely majdnem olyan izgalmas volt a nézőtérről, mint a kulisszák mögül, ahol a látványelemek kidolgozását is megtekinthettük. Először magyar tanárunk adta az ötletet, hogy ezt adjuk elő, és aztán nagyon sok videót néztünk ez alapján, és akkor így összeraktuk fejbe. Hogyan készültetek elő egyébként? Tehát milyen technika kellett hozzá, hogy az egész így nézzen ki? Hát nagyon sok videót kellett ugye néznünk, és igazából mi alakítottuk ki, hogy melyiknél hogyan mozogjunk. Nagyon híres magyar produkciók vannak nemzetközi viszonylatban hasonlók, ez inspirált benneteket? Hát igen, a részben onnan inspirálódtunk mi is, igen. És maga a történetváz az hogyan fogalmazódott meg, hogy lírai legyen, de mégis egy kicsit ilyen tragikus kicsengés, ez kinek az ötlete volt alapvetően? Én találtam ki így az ötletet, de ugye egyedül ez nem ment volna, és a többiek segítsége is kellett hozzá. Volt egyébként valóságos alapja, vagy ez teljesen a fantázia szüleménye? Nem, ennek nem volt valóságos alapja, nyilván megtörténhet a való életben is, de nem volt ilyen története, ilyen valóságos alapja. Te is imádkozol? Nem, egyedül akarok lenni. Szeretném megnézni a rollered. Odaadod? Hagyjál békén. Nagyon vigyázok rá. Menjél már innen. Ha nem adod, elveszem. Úgyis erősebb vagyok. Vigyázz, mert harapok is. A tejúton tilos rollerezni, azonnal térjenek le! A legtöbb osztály valamilyen mesét, novellát vagy könyvrészletet dramatizált. Az 5. osztályosok is közéjük tartoztak. A jelmezekben van sok munka, meg kell tanulni a szöveget. Ki segített abba, hogy ilyen jól összejöjjenek a jelenetek? Hogyan állítottátok össze? Évenin nagyon sokat segített, ő nagyon szerette volna, hogy jól sikerüljön ez az egész darab. Rengeteget próbáltunk. Mennyi beleszólásotok volt, hogy hogyan történjenek a különböző színpadi mozgások? Hát annyira nem sok, nem volt sok beleszólásunk, mert hogy ez egy már megírt történet, és ugye így meg volt írva, és nem tudtunk mi kitalálni, nem sokat találtunk ki belőle mi. Mennyire tudtatok azonosulni a történettel, mennyire tetszett maga a választás? Hát nem ez volt az elképzelésünk, de most, hogy így eljátszottuk, így most már sokkal jobban élvezzük, mint amit al akartunk játszani például. Eredetileg mit szerettetek volna? Sokan a dzsungelkönyvét szerették volna másoknak. Árnyátékozni szerettünk volna még tavaly, és ezt találtuk ki, de nem ez lett. De azt most lelőtték a 7. Hát igen. Nézd, Liza, tisztára olyan, mint egy homokvár. Ott a kapu, azok meg a bástyák. Anyukám mesélt egyszer egy kisfiúról, akit elvarázsoltak, és icipici lett. Lehet, hogy mi is összementünk, és most is a játszótéren vagyunk. Ez itt a homokozó. És ez meg a homokvár, amit Bence épített a barátaival? Igen. Lehet, azon is volt bástya. De akkor hová tűntek a gyerekek? Nem tudom, nézzük meg közelebbről. A produkció létrehozásában rendkívül sokat és sokféle feladatot vállaltak a gyerekek, az egész projektet pedig Szebényi Rita fogta össze. Körülbelül 600 tanuló lép föl, az első és a 8. évfolyam kivételével szinte mindegyik osztályunk itt van. Nagyon sok mindent kell megcsinálni, díszleteket, jelmezeket, ide szállítani,
a médiamester klub ugye veszi a felvételeket, gyerekeket, szülőket mozgatunk, osztályfőnökök, szaktanárok, nagyon-nagyon sok munkaórája van ebben, hiszen több kolléga ír forgatókönyvet, vágják a zenét, gyerekek, felnőttek egyaránt, és a stúdió munka sem kicsi, hogy utána ebből egy használható felvétel készüljön, hogy az is, aki esetleg nem tudott eljönni, meg tudja nézni a produkciókat. Mennyire válogatnak egyébként, tehát mekkora merítés, vagy mekkora szabad keze van annak, aki készül az előadásokkal? Abszolút szabad keze van a kollégáknak, tehát ők sokszor már előző évben eldöntik, hogy a következő évben mi lesz a produkció. Abszolút szabad a vásár mindenkinek. Az első próbán látjuk, hogy tulajdonképpen mivel készültek, tehát nekünk is meglepetés. Nincs előszűrés, nincs semmiféle válogatás. Alapvetően így végig tekintve lassan 25 éves tradícióra. Milyen az idei merítés itt a hosszú év táblatában, mennyire erős a produkció? Én úgy gondolom, hogy egyre inkább profibbak vagyunk, szervezésben is, produkciókban is, és a gyerekek is, hiszen a kollégáknak is egyre több tapasztalata van. Tudjuk már, hogy mi az, ami kivitelezhető a színpadon, mi az, ami látványos, mi az, ami kevésbé látványos. Egyre inkább színházi szemmel nézik a kollégák a műsorokat, hogy mi az, ami jól mutat, mi az, ami kevésbé mutat jól. Ágnes az önvállalása alapján tagadja a bűnrészességét a férje eltűnésében. Mi történt a férje eltűnése előtt? Kérem, idézze fel az eseményt. A meccs utáni napon összevesztünk egy csekélységen, mire a férjem kora délután elment otthonról. Nem tudom, hogy pontosan hová, csak sejtem, hogy a barátjához, Jánoshoz ment. Ilyenkor mindig a helyi presszóba mennek, hogy megbeszéljék egymás búját, baját. Gelei József labdarúgó kapus lesz ma a sportárs. Mindjárt kezdődik Hegy Iván műsora itt a Budaörsi Városi TV-ben. Utána pedig a délelőtti testületülés közvetítését ismételjük meg, de ezt ugye csak azok láthatják, akik szerdán kora este néznek bennünket. A Városi Magazin ismétlései után nem jön a testületülés közvetítésének az ismétlése. De ahogy már mondtam, az ülésről összefoglalót mutatunk majd a pénteki Városi Magazinban. Most pedig mindezek előtt még programajánló. Egyéni hangoldás lesz a Kamaraerdei Közösségi Házban, ami azt jelenti, hogy hangrezgéssel teremtik meg a szervezet egyensúlyát. Ezzel a módszerrel kezelnek például szorongásos állapotokat, fejfájást, emésztési zavarokat is. Az első alkalom csütörtökön várja az érdeklődőket. További információt kérni és jelentkezni a Kamaraerdei Közösségi Ház @gmail.com e-mail címen tudnak. Aztán kezdő bútorfestő tanfolyam is indul a Kamaraerdei Közösségi Házban, szintén csütörtökön 9:30-tól, és kanzasi workshopon is részt vehetnek pénteken délután 5 órától. A kanzasi a gésák és maikók haját ékesítő díszt jelenti. Gröbné Vadas Erika pszichológus tart előadást arról, milyen stressz hatások érik a gyerekeket, és hogyan lehet a rájuk nehezedő nyomást csökkenteni pénteken este 6 órától a Posztárton. Rossini olasz zeneszerző halálának 150. évfordulója alkalmából ad emlékestet a budaörsi Sapszon Ferenc kórus, pénteken este 7 órától a katolikus templomban. És végül, de nem utolsó sorban a Perro Azul formáció, vagyis György Andi hegedűs és énekes, valamint Szolnok Bence gitárosat koncertet a Posztárton pénteken este 7 órától. Legvégül pedig az elérhetőségeink, ha van véleményük, kérdésük, javaslatuk vagy kritikájuk, akkor hívjanak bennünket vagy írjanak nekünk, és látogassanak el a honlapunkra és a bvtv.hu oldalra. Én mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.